Szombaton kezdődött a Közlekedik a család nevet viselő közlekedésbiztonsági vetélkedő. A versenyen értékes nyeremények találnak gazdára, köztük egy személygépkocsi is. Ezért azonban a családoknak bizonyítaniuk is kell. Az idei rendezvénysorozat mottója: közlekedj úgy, mintha számodra legfontosabbak lennének körülötted. Idén az Országos Rendőr és Tűzoltó Nappal karöltve rendezték meg a Közlekedik a család nevet viselő közlekedésbiztonsági vetélkedő budapesti állomását. A megmérettetésre olyan családok nevezhettek, ahol van legalább egy 6 és 17 év közötti gyerek, és a szülők valamelyike rendelkezik B-kategóriás vezetői engedéllyel. Célzottan jöttünk ide a Városligetbe, tehát hallottunk erről a rendezvényről, és a gyerekeknek ez egy jó program, a tűzoltók, rendőrök megismerhetnek egy csomó mindent. Na. És akkor ön is fog vezetni, vagy hogy lesz? Hát szerintem igen, én fogok vezetni, lehet, hogy ő beül mellém. Vagy te akarsz vezetni? Hát mindegy. A versenyen értékes nyeremények találnak gazdára, köztük egy személygépkocsi is. Ezért azonban a családoknak bizonyítaniuk kell. Az ide látogató családok először egy elméleti tesztlapot töltenek ki, egy kereszteszlapot, amelyben vannak elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdések is, majd ezek után pedig a család azon tagja, aki rendelkezik egy érvényes B-kategóriás vezetőengedéllyel, egy személygépkocsival egy ügyességi rutinpályán fog végigmenni, a legkevesebb hivapontot elérő család pedig nyeri meg ezt a budapesti döntőt. A cél persze az edukáció. Minden ilyen esemény arra törekszik, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy figyeljenek egymásra az utakon. Úgy gondoljuk, hogy sosem lehet eleget mesélni, mondani, edukálni az embereket arról, hogy mennyire fontos a tudatos közlekedésbiztonságnak a betartása minden szintéren, hiszen minden nap folyamatosan az utakon közlekedve folyamatos kihívásokkal szembesülünk, és sosem lehet elégszer ezt igazából tudatosan mondani, megmutatni, hogy mi az, amikre ügyelni kell, mi az, amire vigyázzunk kell, melyek azok a preventív módszerek, amikkel esetleg meg tudunk előzni egy adott balesetet. Fontos, hogy az egész család részt vesz ezeken a versenyeken. Így a gyerekek már egész fiatalon megismerhetik a közúti közlekedés szabályai betartásának fontosságát, úgyhogy közben szórakoznak. Amilyen példát mi a mindennapokban a gyerekeinknek a közlekedésben mutatunk, a gyerekek úgy fognak közlekedni. A szervezők szerint az autósok rengeteg kresszabályt nem tartanak be a való életben, pedig a szabályos közlekedéssel számos baleset megelőzhető lenne. Gyakorlatban nem nagyon tartjuk ezeket a közlekedési szabályokat, és hát még mindig én úgy érzem, hogy nagyon sok közlekedési baleset és nagyon sok halálos közlekedési baleset történik Magyarország útjain. Nekem egy is sok. Én arra szeretnék szövetkezni mindenkivel, aki versenyzik, aki közlekedik Magyarország közútjain, hogy egyetlen egy súlyos baleset se történjen. Talán ez a legfontosabb cél ennek az egész sorozatnak. Az autós nagy koalíció egy trükköt javasol az autósoknak, amit ha mindenki szem előtt tart, úgy az összes halálos kimenetelű baleset kiküszöbölhető. Egyébként az autós nagy koalíció minden hónapban kiad egy ajánlást. Az idei évnek a mottója, hogy úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted. Erről szól a családi vetélkedő is. És hogyha betartjuk a szabályokat, és úgy figyelünk egymásra, mintha éppen a legfontosabb családtagunk lenne, akkor egyetlen egy baleset se történne. István elmondta, hogy a versenyzők évről évre meglepődnek azon, hogy mennyire elfelejtették a kressz szabályait. Nagyon sok ilyen van, és őszinte leszek, hogy én sem tudom a kressz 367 oldalas tankönyvét. Én minden egyes évben, amikor indul a vetélkedő, át szoktam lapozni és átismételni. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek jót tenne. Az eseményen senki nem unatkozott. A szervezők rengeteg szórakoztató és edukációs játékkal kedveskedtek a kilátogató kicsik és nagyoknak. A verseny országos döntőjét Pécsen tartják augusztus 24 és 25-e között. Ott fog eldőlni, ki nyeri el a fődíjat azok közül, akik a kressz szabályait betartva a legbiztonságosabban közlekednek a versenyen.